Köszöntöm nézőinket! A Metamorfózis mai adásának főszereplője Andrea, 34 esztendős édesanya, akinek legfőbb vágya az volt, hogy végre szépnek láthassa magát a tükörben. És mivel a Metamorfózis távja, szereti a kihívásokat, ezért úgy döntöttünk, hogy megadjuk Andinak ezt az élményt. Jó szórakozást kívánok! Ő Andrea. A 34 éves, egyedülálló, mindig segítőkész édesanya. Egyszer jókedvű és vidám, máskor pedig szomorú és boldogtalannak érzi magát. Súly problémái, pszichés gondjai és stílusbeli hiányosságai okán nem véletlenül lett a Metamorfózis programjának egyik szerencsés kiválasztottja. Sziasztok, Pap Andrea vagyok, 34 éves, van egy kisfiam, egyedül nevelem. A konzervgyárban dolgozom, három műszakban, magammal a hastájékon, a far és a háttájékon nem vagyok a kar megelégedve. Az elmúlt egy évben 24-25 kilótól szabadultam meg, ez így teljesen önerőből. Belül is nagyon szeretnék változni, mert önbizalmam az nincs. Szeretek öltözködni, ha van mit úgy felvenni, de nagyon önkritikus vagyok magammal szembe, szóval mindenhol takarjon, mindenhol azért, ami úgy nagyon gáz, akkor azt úgy leplezni. Nem szeretem a fodrokat, meg az, amikor így kibudjanított a dolog. Lelkiekben is szeretnék úgy nőjesedni, hogy elfogadjam magamat, és ne mindig azt nézem, hogy most kinek vagyok elég jó, kinek feleljek meg, és ez ugyanúgy érvényes a munkahelyen is, mint a párkapcsolatokban. Szeptember 12-e. A mérleg 79 kg-ot mutat, és ugyanez a mérleg november 20-án. 9 hét alatt az eredmény 13 kg mínusz. Jászmin, én az Andival való közös munkátokat abszolút eredményesnek, sőt, nagyon eredményesnek látom. Te hogyan értékeled? Én is úgy gondolom, hogy nagyon eredményes volt, mivel közel 10 hét alatt 12 kg-tól sikerült megszabadulnia, annak ellenére, hogy közben olyan gyógyszereket is szeret, amely megakadályozta a súlyfeleslegének a leadását. Viszont nagyon ügyesen, nagyon nagy elhatározással vetette magát bele az edzésbe. Mindezekhez még az is hozzájárult, hogy három műszakban dolgozik. Ez megnehezítette az étrendjének az összeállítását. A közös munka során melyek voltak Andi testén azok a kritikus pontok, amelyeket nagyon meg kellett dolgoztatni? A hasizma, amellyel elég nehéz dolgunk volt, de beindult a fogyás és az átalakulás, és bízunk abba, hogy ez tovább fog folyni, mert most van olyan szinten, hogy innentől már csak jobb lesz. Andi, Jászmin nagyon pozitívan nyilatkozott a közös munkátokról, arról a közel 12 kiló fogyásról, amelyet sikerült elérnetek ez alatt a 2,5 hónap alatt. Te hogyan érezted magad az edzések során? Nagyon jól éreztem magam, nagyon jó kis csapat verbúválódott össze. Jászmin egy fantasztikusan jó edző, szóval akkor már, mikor már tényleg azt mondtam, hogy én ezt már nem bírom, akkor mindig lelkesített, hogy de te igen, ezt képes vagy rá, ha eddig már eljutottál, akkor nincs megállás. Nagyon szuperek voltak az edzések szerintem, és tényleg olyan emberekkel hozott össze a sors, akik szóval, ha ez a kimaradt volna az életemből, az nagyon bántam volna. Szóval fantasztikus volt mindenki, és nagyon szépen köszönök mindenkinek mindent. Az elért eredmény, hát ez a jó sok kiló, ami lement, az még folytatni is fogom tovább is, hogy még egy kicsit, azért nem olyan sokat, de azért most már izmosodnom kell, még szeretnék fogyni. És mennyit szeretnél? Mi a végcél? Mi az utolsó szám? 65 kiló, de már izmosan.
Andi egyik jellemző tulajdonsága a segítőkészség. Igyekszik mindenkin segíteni, és a környezete elvárásainak is megfelelni. Ezzel együtt azonban mégis úgy érzi, nem szeretik. A metamorfózis pszichológusának segítségével erre a problémára is sikerült gyógyírt találni. Nem érzem magamat elég szépnek. Úgy érzem, sokan nem szeretnek. Mindig meg akarok felelni másoknak. Nem érzem magam szerencsésnek. Nincs önbizalmam. Andi, miért érzed úgy, hogy mindig mindenkinek meg kell felelned? Mi számít neked értéknek? Te mitől éreznéd magad értékes embernek? Mit jelent számodra szeretni és szeretve lenni? Van olyan dolog az életedben, amire büszke vagy? Mit jelent az a szó, hogy önbizalom? Milyen problémakört jártatok végig Andi esetében? Andinál alapvetően két ilyen úgynevezett maladaptív, tehát nem megfelelő séma van. Az egyik az, hogy nem vagyok elég szerethető, a másik pedig a nem vagyok elég értékes, ez tulajdonképpen a problémakör, amivel foglalkoztunk. Az önbizalom hiányából adódóan ő úgy érzi, hogy nem olyan értékes, mint bármelyik másik ember. Andi úgy gondolja, azáltal, hogy ő megfelel másoknak, pozitív visszajelzéseket fog kapni, és ezáltal neki nőni fog az önbizalma. Ez tulajdonképpen egy nagyon logikus gondolkodásmódnak tűnik, az is. De hogyha belegondolunk, ha én nem vagyok rendben magammal, nem vagyok tisztában magammal, nem vagyok kerek egész belül, akkor hiába kapom a pozitív visszajelzéseket, nem lesz hová beépíteni, tehát nem lesz önbizalmam. Ezért Andival mindenképpen ezeken az úgynevezett korai maladaptív sémákkal dolgoztunk. A Young-féle sématerápiát alkalmaztuk, amit Andi eleinte talán picit nehezebben, de aztán egyre jobban tudott követni. Két hónap alatt ezt nem lehet megváltoztatni, de elkezdtük a munkát. Én azt gondolom, hogy haladunk, nyilván még messze van ennek a vége, de haladunk ezen az úton. A másik dolog, amivel mindenképpen azt gondoltam, hogy Andival foglalkozni kell, ezeknek az úgynevezett túlságosan negatív mondatoknak, a negatív szemléletmódjának a megváltoztatásával. Ugyanis Andi az a fajta ember, aki, hogyha van a napban mondjuk 8 darab pozitívum és 2 darab negatívum, akkor ő sokkal hamarabb a 2 negatívumot fogja észrevenni, mint azt akár azt az 1 darab pozitívumot. És ezért megpróbáltam egy picit pozitív gondolkodásra tanítani. Hát ezzel azért úgy voltak problémáink az elején, hiszen Andi úgy gondolta, mint nagyon sokan mások, hogy egy ilyenfajta gondolkodásmódot valamilyen nagyon nagy dolgokkal lehet csak kialakítani, ami nem így van. Apró feladatokat kapott, amiket aztán szépen lassan megoldott, és rájött arra, hogy valóban ez a dolog működhet. Hogy érezted itt magad? Nagyon jól éreztem magam. Gabival fantasztikusan jó összedolgoztunk, úgymond. Nagyon jó gyakorlatokat mutatott a pozitív gondolkodással kapcsolatban, hogy nem mindig az ember a rosszat lássa minden mögött. Jó gyakorlatok azok, amik minden nap, akár reggel felkelés után is meg lehet csinálni, és akkor már úgy eleve jól indul az egész nap. Nem gondol az ember mindenféle olyan negatívumra, ami elviszi az egész napját. Szerintem nincs olyan ember, akinek ne lenne problémája. És Gabi ebben fantasztikusan jó segítség volt. Rávilágított a dolgokra, mint egy tanárnéni úgy tanította ezeket a dolgokat. És nagyon jó. Szóval én ajánlani tudom mindenkinek, hogy mennyire jó egy pszichológussal elbeszélgetni a mindennapi problémákról, mennyire szükséges az, hogy túléljünk egy napot akár, vagy egy hétvégét, ha éppenséggel annyira mély depresszióba kerülne az ember. Így néz ki, amikor elintegetjük a problémákat. Az úgynevezett Wing Wave Coaching módszerével Andi elindult az önbizalomépítés útján. Heli, Andi vonatkozásában milyen problémával álltatok szemben? Leginkább az önbizalom hiány, a nem szeretem önmagam, nem fogadom el magam, és hát nem vagyok elég jó, ez nekem nem jár. Tehát ilyen hiedelmekkel, ami hát leginkább ezek, amik befolyásolják nagyon a mindennapi életünket, a munkánkat. Ez kihat a párkapcsolatra és a családra, a gyermekeinkkel való kapcsolatra is. Hogyan fejlődött Andi? Sikerültem ezeken a problémákon túljutni, de legalább egy részüket megoldani? Ezeknek a problémáknak a gyökerei, ez gyerekkorból
fakadnak, és ez sajnos egy-két hónap alatt nem lehet elvarázsolni. Sok mindenen tudtunk, én úgy gondolom, változtatni, azon, hogy sok mindent talán megértsen, hogy mi történt vele, vagy mik azok, amik jelenleg is történnek vele, és hogyha ezt a folyamatot sikerül, illetve a továbbiakban is együtt tudunk működni, már pedig úgy gondolom, hogy ez sikerülni fog, akkor a metamorfózis végére még nagyobb eredményeket fogunk tudni vele elérni. Nem első ízben tapasztalom azt, hogy a metamorfózis résztvevőim ellensírják magukat a veled való foglalkozások alatt. Vajon milyenek az oka? Mivel érzelmi stresszoldásról beszélünk, maga a WingWave módszernek a módszere, a technikája segít abban, hogy azok az elnyomott érzések, amik bennünk vannak, felszabadulnak. És itt nem tudják magukat, nem is azt, hogy kontrollálni, hanem mert nem muszáj. Tehát itt igazából kiadhatják azt, ami bennük van, és én pedig igyekszem őket ebben megerősíteni, támogatni, hogy engedjék is, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Andi, milyen problémákkal küzdesz, amelyekben Henny neked segíteni tud? Mivel érkeztél Hennyhez? Elsődleges az önbizalomhiány. Elfogadjam önmagamat, olyannak, amilyen vagyok, és hogy nem kell másoknak megfelelnem. Az elmúlt 2,5 hónap alatt milyen eredményre jutottatok? Érzel-e változást? Elindultunk egy olyan úton, ami egy kicsit segít abban, hogy az érzelmeimet kontrolláljam, segít abban, hogy elinduljak azon az úton. Már most nem érzem úgy, hogy magamat kell hibáztatnom mindenféle kudarcért. Nem érzem azt, hogy mindenkinek meg kell felelnem. Szóval úgy kezdem magamat úgy elfogadni. Nehéz, nagyon nehéz, de remélem, hogy Henny is továbbra is segítségemben lesz minden egyes ilyen érzelmi változásokon, érzelmi kitöréseken. Tehát minden ilyen érzelmi szintet szeretnék megtanulni, túllépni. Félelemmel, vegyes izgalommal várta Andi az ajakfeltöltés napját. Dr. Semsey Mária bőrgyógyász, kozmetológus, lézerterapeuta rendelőjében azonban hamar elszállt a félelme, és a metamorfózis programjának korábbi résztvevőjéhez hasonlóan ő is elégedetten távozott. Marika, Andi nem csak megszépült a kezeid alatt, de gyógyítottad is őt. Milyen problémával érkezett hozzád, és melyek voltak azok a területek, melyeken szépíteni kellett őt? Andinak egy nagyon érdekes bőre van, de ez gyakori is, ezért jó, hogyha elmondjuk, mert ezzel sokan küzdenek, hogy egy nagyon zsíros, aknés bőrt örökölt, és túlműködő fagyumirigyei vannak, nagy pórusú a bőre, nagyon sokat kínlódik már most felnőtt korában és a felnőttkori aknéval. Ugyanakkor nagyon száraz a bőre, de ez a bőr már annyira száraz, hogy ez már nem is egy ilyen átlagos száradás, hanem ezt úgy hívjuk, hogy atópiás dermatitis. Tehát extrém módon szárad, főleg ebben az időszakban mind a kettőnek szezonja van. Az akné nyáron jó, télen nem. Ilyenkor romlik az állapot, mondta is, hogy neki a ciklushoz igazodik a pattanások előbukkanása. Ugyanakkor az atópiának is sajnos most van a szezonja, ősztől tavaszig terjedő időszakban, és ez a kettő nála párosul, úgyhogy nem egyszerű dolog ettől szabadulni. Az aknénak a hagyományos kezelési módját alkalmazzuk, tehát belső és helyi kezelést kap, tehát gyógyszeres és kenőcsös kezelés, de emellett alkalmaztunk egy IPL terápiát is, ami nagyon gyorsan javítja a tüneteket, és heteket tudunk nyerni a tünetek javulásában. Ez úgy történik, hogy az úgynevezett fotorejuvenációs módszerrel, amiről már nagyon sokat beszéltünk, a baktériumok
által termelt toxinokat is el tudjuk pusztítani, mert ez a fény rá tud izgulni ezekre a kromofórákra. Minden lézer úgy működik, hogy bizonyos színanyagokra, színanyagokban nyelődik el, és azok a színű sejtek vagy szövetek fénysokkot kapnak, felhevülnek, és ezáltal elpusztulnak, és fel fognak szívódni. Ugyanígy a baktériumokkal teli fagyú is ugyanígy jár, ezért az a szépítő IPL kezelés, amit általában a bőr feszesítésére, fiatalításra, nagyon sok minden másra alkalmazunk, pigmentfoltok eltávolítására, egyebekre, ez az akné esetében nagyon-nagyon látványos kamaszokat, olyan kamaszokat, akiknek tiszta, ragya az arcuk, a kezelés után drámaian javul a helyzet, és ez azért nagyon fontos, mert az önbizalma is ilyen drámaian fog helyre jönni. Az Andi esetében nem ennyire súlyos, de azért elméletben elmondtam, hogy tudjanak róla azok a fiatalok, akik nagyon hosszadalmas kezelésnek vannak kitéve, hogy ez nagyon-nagyon sokat segít rajta. Mely volt az a terület, amelyen szépészeti beavatkozást végeztél? A szépészeti beavatkozás az az ajakfeltöltés. Andinak egy nagyon érdekes arca van, egy ilyen háromszögű arca van, nagyon nagyok a szemei. És mivel a női ösztrogén markerek közül a nagy szem megvan, de a széles dúsajak nincs meg, ezért egy picit korrigálunk rajta, de nem olyan nagyon sokat, mert akkor túlságosan feltűnő, nem fog harmonizálni a vonásaival, viszont bőven fér bele anyag, és annyit fogunk csak elhelyezni az ajakpirban, amennyi éppen szükséges ahhoz, hogy ne tegyenek megjegyzést, hanem szépen harmonikusan fogjuk ezt megalkotni. Andi arcbőre nagyon vízhiányos. A Metamorfózis mester kozmetikusa, cimbalmos emőke, extra finom összetevőkből álló exkluzív hidratáló készítmények segítségével igyekezett orvosolni ezt a problémát. A ráctalanító, kristálypeptidet és a magas hialuronsavat tartalmazó termékekkel Andi arcbőre nem csak hidratáltabb, de sokkal feszesebb és simább is lett. Andi, én tapasztalatból mondom, hogy aki eljön emőke szalonjába, az biztos, hogy kipihenten és szépen távozik innen. Neked milyen tapasztalataid voltak? Nagyon élveztem az egészet. Emőke kiszedte a szemöldökömet, befestette a szemöldökömet, a szempillámat, kaptam egy teljes, komplett arckezelést, jó igaz, még a hónaljamat is le lett gyantázva. Az arckezelés az fantasztikus volt, masszázsal együtt, szóval annyira finomak a kezei, annyira profin csinálta a dolgot, minden percét élveztem. Nagyon jó technikával masszírozta az arcomat, szóval teljesen ellazított. Élveztem nagyon, szóval szuper volt. Andi bár nem hord szemüveget, autóvezetés közben fejfájásra és fáradtságra panaszkodott. Úgy gondoltam, egy alapos szemvizsgálat jól jöhet. Az a problémám, hogy a messzirelátás az egy kicsit gondot okoz. Szóval olyan szinten, hogy eléggé homályos, meg torz kép. Hát olyan dolog, hogy ő például, ha valaki olyan kövérebbnek látszik, én a soványabbnak is látom. És a fényviszonyok azok nagyon zavaróak, és nagyon irritálják a szememet. Szóval nem kell, hogy süssön a nap, elég, hogyha erős fény van, és akkor nagy problémát okoz, fejfájás, hunyorgás, szóval ilyen gondok szoktak előjönni. És ha napszemüveget nem hordok, akkor eléggé hamar meg tud fájdulni a fejem. Vezetni is csak napszemüvegbe tudok. Köszönöm szépen, Andikám! Nagyon jól elmondtad a problémádat, és én úgy gondolom, hogy mindkét problémádra tudok javasolni megoldást. A torzlátásra és a távoli homályos látásra ugyanúgy, mint hogy a fényre érzékeny a szemed. És úgy gondolom, hogy ezt
először is megvizsgáljuk a szemed komputerrel, utána megnézzük, hogy kell-e valamilyen dioptria neked, és utána ezt követi majd egy polatesztes látásvizsgálat, ami tulajdonképpen a torzlátásod miatt szükséges, és kiszűrjük, hogy mit tudunk segíteni, hogy élesen láss és jól. A fényérzékenységre pedig a megfelelő színes lencsét fogom neked ajánlani. Az is lehet, hogy arra csak egy nagyon jó napszemüveget fogok ajánlani. Akkor derül majd ez ki, amikor meglátjuk, hogy milyen dioptriára lesz szükséged. Andi, én csak kívülállóként nézhettem, hogy a szépségtanácsadók itt a parfümériában milyen szépet alkotnak veled, de én nagyon élveztem. Te mit éreztél? Hogyan érezted magad itt a parfümériában? Én is nagyon élveztem. Nem gondoltam volna, hogy ilyen tökéletes munkát végeznek. Nagyon kedvesek, aranyosak voltak, és sok tanácsot kaptam, amit szerintem fogok a mindennapi életben is használni, és a barátaimnak is fogom ajánlani, mert itt nagyon, nagyon szuperul, szinte piedesztára emeltek, annyira jól éreztem magamat. Én voltam a központban, és így szerintem a végeredmény nagyon szuper lett. Végre elérkezett az idő, hogy átnézzem Andi ruhatárát is, előtte azonban egy finom kávé különlegesség mellett feltérképeztem az öltözködéshez és saját testéhez fűződő viszonyát is. Majd arra kértem Andit, hogy hozza el nekem kedvenc ruháit. Látom, hoztál nekem két szatyor ruhát, csücsenjünk le ide a kanapéra, nézzük át. Melyikkel kezdjük? Hát szerintem ezzel a nagyjal. Ez a kosztüm kollekcióm. Uh-huh. Itt a blazerje. Igen. Hozzá. És van hozzá egy nadrágom, mert sajnos ezt kifogytam. Mindegyik egy... nagy rád, mindegyik eleme? A kosztüm felső és a szoknya az jó még. Hát a szoknyából is lehet bevenni, mert már az is, de a derek az tökéletes. Szóval én inkább itt egy kicsit bevennék belőle, mert
nem igazán szeretem, ami nagyon eláll tőlem, mert úgy szélesít. Nagyon szép lábaid vannak, úgyhogy a hossza is egész tűrhető, bár én már egy picit rövidnek látom, de mondom, nagyon szép lábaid vannak, ezt hordhatod, maradjon is a szekrényedben. A nadrágon is lehet alakítani, sőt a blazeren is, úgyhogy ezt nem szabad kidobni, mert ezek klasszikus örök darabok, mindig helyet kell szorítani. Van hozzá blúz, ami ilyen elég hosszú ujja, amit így ilyen felhajtásos módszerrel kívülre is lehet. És ez nem nagy rád? Ez nem. Ez olyan, hogy pont csinos passzol. Jó, én nem szeretem azokat a blúzokat, amelyeken tulajdonképpen egy álzseb van, de ez egy kicsit megnöveli a kebleket. Úgyhogy ez is maradhat. Jó? Jó. Maradjon a szekrényedben. Ezekkel a kis ezüst szálakkal egy kicsit ilyen alkalmi viselet. Jó, maradjon ez is. Nézzük, mi van még itt. Ezt nagyon szeretem. Ez egy kis leheletnyi kis felső. Igen, a te tested, miután kerekded nagyon sok helyen, a vállait kerekek, a csípődíve, hátul a tomporod, tehát megvan a tested kereksége szinte az egész testalkatodat illetően, ezért a könnyebb, finomabb struktúrájú anyagok, amelyek jók számodra, úgyhogy ez is maradhat. Én a feketét annyira nem szeretem, de te mondtad, hogy nagyon szereted a feketét, egy praktikus kiegészítővel, élénk színű sállal, vagy cipővel, vagy a megfelelő akár mintás harisnyával, mert a lábaid megengedik, hogy mintás harisnyát viselj, maradhat a szekrényedben. Jó. Ez fantasztikus. Ennek a felsőnek a szabása a te testalkadod tökéletes kiegészítője. Ugyanis egy zárt homokóra testalkatod van, és ezeket a domborulataidat még inkább kiemeli. A V-szabás, és tulajdonképpen a kis plusz, hogy is mondjam, töbletet, ami van még rajtad, bár már nagyon kevés van, nagyon sokat dolgoztál az edzőteremben, azt nagyon szépen, az esetleges kis pocit, ez nagyon szépen elfedi, ez az átlapolós megoldás tökéletes maradhat. Ez egy kényelmes pulcsim. Kényelmes, de ronda. Andi, igen, ronda. Tudom. Hát ezt már 60 fölött se visel, szerintem senki. Rögtön kidobom. Okay. Ez kimegy. Húha! Úgy látszik, hogy ezt sem fogom megkímélni. A virágminta neked jól áll. A kasmír minta, a nonfiguratív minták, azok a minták, amelyek a kör, például a pöttyös, azok a minták, amelyek a kerek domborulataidat kiegészítik, hangsúlyozzák, azok neked előnyösek. Így a virágminta is. Viszont ez túl rövid ez a felső, ez a kis pulóver, szerintem rá is tapad a testedre. Igen. Ez nem hiszem, hogy neked való, jó? Csak. Tehát nem kell mindig a kényelemre hagyatkozni, jó? Van, amikor egy kis kényelmetlenség belefér abba, hogy csinosnak és jól öltözöttnek érezzük magunkat. Ez egy ilyen kimonó hatású kis felső. Én ezt nem fogom kidobni, pont az anyag könnyedsége és a mintázata miatt, amit az előbb már felvázoltam neked, illetve a nyakat, valamint a kebleket nagyon szépen hangsúlyozza, megnyújtja a testet, a végkivágás. Ez is marad.
Elkészültél? Igen. Várlak. Hadd nézzenek közelebbről. Hogy tetszel magadnak? Tetszik. Tetszik. Jó. Itt olyan másabb az alakom. Vagyis? Hát, mint hogyha a melleim olyan nagyobbaknak tűnnének. Vagy lehet azért, mert hogy kötött. Igazad van, Andi. A kötött anyag többnyire mindig vastagít. De már elég sokat fogytál, megengedhetsz magadnak egy vastagabb fonalból készített kötött ruhát is. Elsősorban azért, mert tél van. És hogy ne fázz. Viszont azért választottam a ruhát, mert gyönyörűek a lábaid. És ezeket meg kell mutatni. A testalkatodhoz képest azonban még mindig kicsit vékonyabbnak tűnnek ezek a szép kis virgácsaid, ezért azonban ajánlom neked a mintás és a színes harisnyát. Nagyon szép egyenes lábaid vannak, elviselik a mintát. Úgyhogy ha lehet, akkor a ruhád legyen egyszerű, és valami hangsúlyos mintás harisnyát viselj a lábaidon, és ilyen esetben még, hogyha a színek körülbelül hasonló tónusban vannak, akkor egy élénk színű, vagy egy hangsúlyosabb cipővel kell, hogy kiegészítsd. Akkor lesz teli találat az öltözéked. Még egy picit korrigálok ezen a ruhán. A kámzsanyag az azért jó, mert ezeket a kerekedett formákat még inkább kihangsúlyozza, kiegészíti őket, és szeretnél egy picivel nagyobb kebleket, a figyelmet pont a vállvonalra és a nyak területére, a deréktól felső testtájékra fogja irányítani, még nagyobbnak tűnik az, amit nagyobbnak szeretnénk láttatni. Csinos vagy! Készen vagy? Igen. Jöhetsz. Nagyon csinos vagy. Milyennek látod magad ebben a ruhában? Mi az az első gondolat, ami ezzel a ruhával kapcsolatban eszedbe jut? Hát, hogy karcsúsít, slankít, olyan... Én csinosabbnak érzem magamat benne. Így van, egyébként nagyon csinos vagy, nagyon kellemes idomaid vannak, ezt már nem győzöm elégszer hangsúlyozni, de azt tudni kell, és ez örök szabály, ez már nem fog megváltozni, hogy a fekete az valóban karcsúsít, slankít, sokkal vékonyabbnak mutatja a viselőjét. És egy fekete ruha örök darab kell, hogy legyen a ruhás szekrényünkben is, hiszen azért egy ilyen ruhában a legtöbb eseményen megjelenhetünk. Én a feketét annyira azért nem szeretem, de tudjuk, hogy te szereted, neked ez a kedvenc színed. Én úgy gondoltam, hogy ha már beszerzünk egy fekete ruhát, akkor a fekete komorságát törjük meg valami kis játékossággal. Ebben a ruhában a játékosságot a gombok, és ez a kis ruhán végigfutó fehér kis csík képviseli, és ez visszaköszön a háromnegyedes ujjak végein is. Nagyon csinos vagy benne.
Ha a testalkatod úgynevezett zárt homokóra, öltözködésednél a következő szabályokat mindig tart szem előtt. Olyan ruhadarabokat hordj, amelyek kiemelik domborulataidat, követik vonalaidat, a karcsúsított kiskabát mindig jól áll. Felső résznél előnyös a végkivágás és az oldalt megkötős megoldás. Ruhád mindig legyen karcsúsított. Szoknyád gloknis, de a harangszoknya és a lapszoknya is kiemeli vonalaidat. Nadrágból az elől sima, oldalt cipzáras fazon áll jól. A farmer nem a te világod. Kerüld a nehéz anyagokat, számodra a laza szövésű, rugalmas, lágyesésű textíliák a legelőnyösebbek. A minták közül választhatsz pöttyöset, virágosat, de a kasmír minta és a nonfiguratív alakzatok is előnyösek. A geometriai mintákat, a merev anyagokat és a szögletes formákat, fazonokat felejtsd el. Az utolsó nap képei a fodrásszalomban. Brigi ez alkalommal sem okozott csalódást. Brigi, Andi hihetetlen izgalommal készült és várta a mai napot, ugyanis szeretne egy új frizurát magának, de a vörös színtől nagyon félt. Milyen frizurát és egyáltalán milyen hajszínt kreáltál neki? Vörös hajat nem csináltam Andinak, mert az azért nem is állna jó neki annyira, viszont megváltoztattam teljesen a hajszínét. Bár jól állt neki ez a világos szőke haj, viszont a szeme színét én úgy gondoltam, hogy egy picit sötétítek rajta. Egy arany, sötét arany szőke árnyalatot választottam, ami nagyon divatos. Van benne egy kis raffinéria is, ugyanis, hogyha a jobb oldalt választja el a haját, akkor melírozott hatást ér el, viszont ha bal oldalon hordja, akkor egy teljesen egyszínű hajt láthatunk. A fazonál is nagyon sokat változtattam, levágtam, mert elég hosszú volt és nagyon egyenes szálló haja, tehát lapul gondoltam, hogy egy rövidebb fazon jobban áll neki, és fokozatosabbra csináltam, és megmutattam neki egy olyan frizurát, ami elegánsá is teszi, tehát így is hordhatja a haját. A metamorfózis mesterkozmetikusának sminkje pedig csak még jobban kiemelte, Andi természet adta szépségét.
Andi, elérkeztünk a te finisedhez is végre. Hogy érzed most magad ebben a pillanatban? Nagyon jól éreztem magam egész nap. Mit érzel most ebben a pillanatban? Hiszen rövidesen a tükör elé tárjuk azt, amin ma egész nap dolgoztunk. Picit izgulok. Kíváncsi vagyok. Mit vársz? Nem tudom, másat. Más dolgot, amit megszoktam nap, mint nap. Akkor már csak egy utolsó pillanat, és láthatod magad. Nagyon tetszik. A szín, a ruha, a smink mindjárt elfolyik. Nagyon, nagyon tetszik. És nem vörös. Nagyon jó. Szuper. Nagyon szép. Jó választás volt. Tényleg jó az összhatás. Tudj már sírnék. De hát ezek a könnyek, nem? Igen. Nagyon, nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, bízom benne, hogy tetszett Andrea átváltozása. Találkozunk egy hónap múlva, akkor ismételten részesei lehetnek egy csodálatos átalakulásnak. Viszontlátásra! A metamorfózis résztvevői a Sejem Lézer Egészségházban, a Brelil Excentric Professional Hajstúdióban és Emőke kozmetikájában szépülnek. A program résztvevőit a Breg Fitnessben hozzák formába. A műsor együttműködő partnerei a Marianne Fashion, a Benetton, a Douglas Parfümeria és a La Bodega étterem és kávézó. A metamorfózis résztvevőinek öltözékeit az egyedi harisnyák teszik teljessé. A csodálatos ragyogásról a Zema Design ékszerei gondoskodnak. A tökéletes látást a Mark Optik garantálja. A műsorvezető frizuráját Balogh Brigitta készítette. A műsorvezető sminkje Cimbalmos Emőke kozmetikus mester munkája. A műsorvezető a Marianne Fashion ruháját viseltem. A metamorfózis támogatója a Tiszavasvári Takarék Szövetkezet. A műsor helyszínét a Móricz Zsigmond Színház biztosította.